bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljunk fölséges kegyelmét, amelyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát, bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Ez az Isten igéje. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, és még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonságul ellenük. Azok elmentek, és hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Hát melyikünk indult volna útra ezekkel a jézusi feltételekkel? Pénz, ruha, élelem, tehát semmiféle biztonság nélkül. Melyikünk mert volna úgy elindulni, ahogy ő most mondja a tanítványainak? Mert ha mi elindulunk valahova, hát először is elkezdünk gondosan csomagolni. Ruhát, élelmet, tartalékokat, egy bizonyos kényelemhez szokott életünket, hát nem akarjuk nélkülözni. Legyen az nyaralás, vagy éppen legyen, vagy csak utazás. A mai ember az kifejezetten a pénzre és a biztonságra helyezi a hangsúlyt, és az élete a pénzért való küzdelemben telik el. Anyagi javakban érezzük a biztonságot. Igazából, ha van tartalékunk, akkor érezzük biztonságban magunkat, persze egy ideig. Jézus viszont az eszközök helyett
hatalmat ad az apostoloknak, az ördögök és a tisztátalan lelkek felett. Bennünket is arra biztat, hogy ne az eszközök irányítsák az életünket, hanem bízzuk az isteni gondviselésbe. Nézzék meg, mi mindennel rakjuk körbe magunkat. Legyen az bútor, legyen az biztonság, legyen az konyha, legyen az bármi. Eszközök ott vannak körülöttünk. Mindig az újabbak és újabbak. Jönnek a reklámok, és az ember bevül ezeknek a reklámoknak. És Jézus pedig pont az ellenkezőjét, ne az eszközök, hanem bízzál valamit az Úristenre. Bízd az Istenre az életed és a küzdelmeidet. Igen, bennünket is erre bíztak. Az apostolok nem egy ilyen tanult tanúságnak a hirdetői, hanem egy megélt személyes kapcsolatnak. Ők nem tanulták Jézustól azt, hogy na akkor most mit mondjatok, menjetek prédikálni, és menjetek és tanítsatok. Hanem amit megéltek vele, amit benne és általa és vele együtt megéltek, azt hirdették tovább. Igazából a keresztény élet nem egy ilyen kényelmes üldögélés vagy nézelődés, hanem Jézus követésé, amely állandóan úton van, utat keres az emberek felé. A keresztény élet az, hogy közösségben élünk, közösségben vagyunk, küldetésben vagyunk. Jézus mondta egyszer, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem azt kívánja tőlünk, hogy nyomorban éljünk, hanem hogy az örömhír evangéliumát hirdessük másoknak. Azt, hogy az Isten fontosak vagyunk az Istennek. Az Isten értünk adta egyszülött fiát. Ő az ő halála által van örök életünk. Hát erre szánta apostolait is, hogy ezt hirdessék. Ehhez nem kell ruha vagy pénz, csak nyitott szív. És ezt a nyitott szívet kéri tőlük, hogy menjetek, aztán hirdessétek. Hát persze, hogy kettesével küldi őket, nem vízes akart lenni, hanem az egyik tud írni, a másik olvasni. Ez azt jelenti, hogy mi közösségben kell, hogy megéljük a küldetésünket. Szolgáló szeretettel legyünk egymás iránt. Az egyház ma már nem ilyen vándor prédikátorok vagy vándor tanítók által végzi az ő küldetését, hanem azon a nyelven szólítja meg Isten az embert, amit beszél. Ma nem a meziklábasság és az üres has teszi hitelessé Krisztus tanítványai, hanem a szeretet. Lehet bármink, vagy lehet szegénységben élni, de ha nincs szeretet, semmit nem élünk. Ezért jelenik meg Jézus is. Egyszer a halottas háznál, máskor lakodalomban, harmadszor a bűnös ember otthonában. Ő nem válogatott, hogy hova megy és kihez megy. Igazából rá mindig ott van szükség, ahol az embernek örömhírre, lelki megtérésre van szüksége. Ez a mi feladatunk is, mert aki már el tudja mondani a mi atyánkot, annak már van üzenete, annak van mondani valója a másik ember felé. Nem arra küld bennünket, hogy vándor prédikátorok legyünk, hanem arra, hogy megéljük családunkban, megéljük a közösségeinkben azt, amit imádkozunk a mi atyánkban. Igen, ez a mi feladatunk is. Ezért sónak, kovásznak kell lennünk, az öröm hirdetőjének és megélőjének, mert ezzel sok embernek adunk életörömet, reményt az örök élet felé. Hány és hány ember reménytelenül tengődik egyik napról a másikra. Nincs perspektívája, nincs valami látszata a jövő felé. Semmit nem lát abban, hogy mit kellene tenni. Az apostolokat pont ezért küldi. Menjetek, tanítsatok, hirdessétek, mutassátok meg az embereknek az örömhírt.
És nekünk ugyanígy tanítókká kell válnunk. Elsősorban a családunkban. Aztán igen, ott adjuk le azt, ami bennünk van, amit mi hitnek mondjuk. Most az apostolokról van szó. De hogy lesz egy valakiből apostol? Hogy lesz egy papból pap? Megtanulja, hogy kell misézni? Megtanulja, hogy kell keresztelni, vagy éppen temetni? Tehát nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy igazán meghallom-e azt a hívást ott a lelkem mélyén. Jöjj, kövess engem! És ha ezt meghallottam, akkor jön az a fajta küldetés, amit Jézus tesz most az apostolaival. Menjetek, hirdessétek azt, amit megéltetek. Hirdessétek azt, ami bennetek van, ami a lelketek mélyén van, amit megéltetek, amit feldolgoztatok, ami örömet jelentett az életnek. Az élet örömét, az evangéliumot, ezt hirdessétek másoknak. De hát ez a pap, ez a profétáknak a küldetése ma is a világban, hogy mindenki azon a nyelven szólítja meg a másikat, amilyen nyelven beszélünk, hogy igazán értsük egymást, és ebből fakadjon az az öröm és az a remény, amely bennünket is elvezet az örök életre. Amen. Szegény Isten! Szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be az apostoli küldetésüket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Ébresz elegendő számban hivatásokat az igehirdetés magasztos feladatára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Keltsd fel közömbössé vált embertársainkban az érdeklődést az evangélium iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket! Tegy gyümölcsözővé kegyelmet itt oktatását munkájában magadban. Kérünk, hallgass meg minket! Segíts, Urunk, hogy a kárpátaljai nemzetiségek között megmaradjon a békesség. Kérünk, hallgass meg minket! Jóságos Atyán, Te fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk terjesztését, add kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készségesen fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük. Krisztus a mi Urunk által.
könyörgő egyháza áldozati adományai, és attól, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőle. Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. És a emeljük föl szívünket. Ölelünk az adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül. Az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt, hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesebbként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus a mi Úrunk által. Ezért mi is dicsőítünk, minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Ezt az élő és szent áldozatot.
tekints kérünk egyházat áldozati adományára. Ismert föl benne fiat áldozatán, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaival, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen háza népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítem parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Neked tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzel, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és ott meg teljes egységi. Ki élsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Thank you.
részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk, kérve kérünk, valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmet, Krisztus a mi Urunk által. Szeretném örömmel jelezni, hogy véget ért a hittantáborunk. Hálásan köszönjük a szülőknek, hogy hozták, vitték a táborhelyre a gyerekeket. Igazán jó csapat jött össze. 31 táborozó, 5 segítő és 4 felnőtt volt a táborban. Köszönöm mindenkinek, ki bármilyen formában segített, hogy a tábor élményekben gazdag legyen. Gyerekek igazából fáradtan, de teli élményekkel mentek haza. Isten áldja meg a kegyelmével mindegyiküket. Jövő hétre vonatkozóan pedig hirdetem, hétfőn ugye nincs nálunk szentmise, kedden viszont Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja van, tehát ezen a napon ezt ünnepeljük. Jövő vasárnap, lesz egy meglepetés. Jövő vasárnap itt fog misézni a most szentelt fiatal pap, akit annak idején én kereszteltem, Hónert Dávid a neve. Nem igazából volt nekünk kapcsolatunk, csak annyi, hogy én kereszteltem. Talán az isteni ma az ellet ültetve akkor, amit ő meghallott utána, hogy jöjj, köves engem, és pap lett belőle. Igaz, nem a mi egyházmegyénk, Endrőci születésünk, az már ott van a Kaposvári Egyházmegye széle, tehát ő Kaposvári Egyházmegyés lett, de pap lett. És őt hívtam meg, jövő vasárnap jöjjön ide közénk, mutassa be itt az új misét nálunk, és új misés áldásban részesítsen bennünket, mindegyikünket. Tehát ez lesz jövő vasárnap meglepetésként itt nálunk. Adják tovább, aztán öröm látni olyan fiatal, aki meghallotta és meghallja az Úristen hangját, jöjj és köves engem. Az Úr legyen veletek, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békével. Tehát